Sziasztok, mielőtt elkezdjük a rendes adásunkat, gondoltam felhívom a figyelmeteket arra, hogy ezt a mostani epizódot nem csak hogy élőben, de a csillagos ég alatt vettük fel. Így, hogyha a hang minőségben lenne egy kis probléma, akkor elnézést kérem, de hát ilyen a live adásnak a varázsa. Jó van, urak. Jó estét kívánok mindenkinek, aki megjelent. Bevallom, férfi, én Grósz Béla vagyok, és ez a Kontra Podcast. Ha hibázok itt az elején, akkor elnézést kérek szépen. Egyrészt kicsit izgatott vagyok, ugyanis nem akarok zsákba macskát árulni. Másfél év óta először látok így HD-ban embereket, és nem egy 320x240 felbontásban, mint Oliver barátomnak a gimis Alcatel Vanta Cheesy-én a zoomos videókban. Másrészt meg így élőben nem nagyon csináltunk még adást, és ez 98 adásig tartotta azt, hogy azt elsajátítsam, hogy ne csesszem el a sima bejelentkezésünket. Ez így most egy külön kis, hogy mondjam, pikantériáját ad az egész sztorinak, hogy így itt jelentkezünk a Bike Jam-ben. Arról fogunk majd beszélgetni, hogy mi a Hungarian Divide, és mi mozgat egyébként titeket, egyáltalán embereket arra, hogy egy ilyet letekerjenek, mi mozog bennetek. Kicsit úgy érzem magamat, mint egy ilyen tudós, aki egyik tudományos szót a másikkal fogja magyarázni, hogy a Hungarian Divide az egy önellátó, nem támogatott kerékpáros túra. De hogy így ez kicsit ilyen van, mint a Fradi kolbász, hogy ez a mindent beleraktunk az egészbe, és mert ezt kicsomagolnánk, akkor azért mit szólnátok, hogyha sorban bemutatkoznátok, hogy kikhez van itt szerencsénk a kedves hallgatóknak, illetve hát most jelenlévőknek is. Ahogy mindenkinek, vagyis ring-ring, Jamelként ismerek a legtöbben, egyébként most Elrom Gérnyi Balázs vagyok. Tovább adom a mikrofont, bejelentkezünk, aztán elmeséljük, mi az a Hungarian Divide. Sziasztok, én Boruz Zsolt vagyok. Mindenkinek, Sumánszki Csaba vagyok. És ti nagyon-nagyon szerények voltatok, de azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak itt három holmi bringással hozott össze a szél, hanem ti mindhárman egészen jól szerepeltetek a Hungarian Divide-on. Tehát, hogy azért, ha jól tudom, a dobogó első három helyezettje. Igen, ez így van. Tehát akkor 4200 km van a lábatokban, így a kezdetleges harmadikos matekon máltal? Igen, ez így van. Na jó, de akkor viccet félretéve, mi a Hungarian Divide? Segítsetek már egy picit, hogy meg tudjam érteni. Aki még nem tud róla, ez egy ultratávos bringás verseny, egy teljesítménytúra, aminek a lényege, hogy igazából, tehát hogy két kategória van, az egyik a verseny, a másik pedig egy ilyen teljesítménytúra, és a versenynek az a lényege, hogy külső segítség nélkül kell teljesíteni, szóval csak az van az embernél, amit magával visz a bringán, és gyakorlatilag ezt minél rövidebb idő alatt kell teljesíteni, ezt a 1400 kilométert, és ugye a 2200 méter szintkülönbséget. 24 ezer méter szintkülönbség, és annyi, hogy a szólóba egyedül kell menni, tehát a verseny kategóriába, ott nem lehet mással. Így van, tehát ugye ez az egyedül kell menni, ez nagyjából annyit tesz, hogy rövid időre, hogyha valaki megelőz valakit, akkor nyilvánvalóan egy darabig együtt fognak menni, de húzamosabb ideig nem szabad. Ezt ugye a szervezők figyelik a GPS-jel alapján, és hogyha azt látják, hogy valakik együtt haladnak, együtt szállnak meg, akkor ugye ott valószínűleg kizárás lesz. Szóval, tehát hogyha valaki fél óráig valakivel együtt teker, az még nem probléma, de elvileg ilyen felszerelés, megosztás, meg ilyesmi az nincsen. Ugye ez a szabály amiatt van behozva, hogyha mondjuk ketten párban indulnak, akkor azoknak elég egy pumpa. Nem kell mind a kettőnek ugye pumpát vinni, és ez mások a szemben, akik egyedül indulnak, nem lenne fel, hiszen ők több kiló felszereléssel többet kell, hogy vigyenek magukkal. Ez lehet, hogy hülye kérdés lesz, de ugye az egész kerékpározásnak egy filozófiája az, hogy köszönsz a másiknak bringázás közben, az, hogyha megállsz, ha valaki elesett, hogyha defektelt, ez kicsit egy ilyen ellentétes gondolkodás igazából a kerékpározás alapjával, hogy ha valaki mondjuk defektel, akkor te nem segíthetsz neki? Igen, ebben van valami, tehát hogyha valami súlyos probléma van, akkor nyilvánvalóan kötelesek vagyunk megállni, tehát hogyha életveszély forog föl, vagy tehát valami komolyabb sérülés van. De hát, amit mondtál, teljes mértékben így van, hogyha egy versenytárs ledefektel, akkor hogyha a versenykategóriában veszünk részt, akkor nem adhatunk neki segítséget. És ugyanúgy, hogyha én a versenykategóriában vagyok, és összefutok egy túrázóval, akkor az szintén ugye nem adhat nekem segítséget. Egy kicsit van egy ilyen szürke zóna ebben az egészben, tehát hogyha mondjuk egy random túrás jön arrafele, akkor az például segített, szóval tényleg van ebben egy ilyen szürke zóna. Ugyanúgy ugye mondták, hogy önellátó az egész, tehát hogyha bemegyek egy boltba, akkor ott is vásároltok, szóval nem kell az egész 1400 kilométerre mindent felpakolnom és magammal vinnem.
Szóval a szabályozás egy picit érdekes, ez ugye ilyen gentleman's agreement tulajdonképpen, hogyha úgy vesszük. És ugye kalandtúra, de ugye versenyről és túrázásról is beszéltek, tehát hogy itt akkor van értékelés, nincs értékelés, verseny vagy túra, tehát kicsit ugye ez is egy picit keveredik nekem. Igen, tehát a szólónál van egyáltalán föltüntetve az idő, tehát hogy ki mennyi idő alatt ért be. A turnál is van sorrend, de ott nincs idő. Tehát az idő az igazából csak a szólónál számít. Mert ugye akkor párba is lehet teljesíteni? Hogyha... Persze, a túrt az persze azt lehet. Ez kicsit olyan, mint akkor az Ultra Balatonon, amikor mit tudom, 28-an lefutják, és mindenki fut 10 kilométer. Nem, tehát mindenkinek végig kell menni. Tehát úgy nem lehet párba, hogy valaki csak egy-egy szakaszt csinál, csak ugye segíthetik egymást menet közben. Vihetnek, egy sátorba lehetnek ketten, és azt akkor csak egynek kell vinni, ilyesmi. De mind a kettőnek végig kell menni. Aha. Tehát olyan nincs, hogy szakaszonként felosztják egymás között. A bevezetőben mondta, hogy 1400 kilométer. Ha a memóriám nem csal, a Memorex-et otthon hagytam meg, már kezd elfogyni. Idén indult el Kelet-Magyarországról, és az Őrségben végződött, és tavaly, mintha úgy emlékeznek, hogy pont fordítva indult el. Így van, igen. Itt a szervezők nem tudtak megállapodni, vagy ez koncepcionális történet itt? Én azért gondolom, hogy volt, tehát azért volt az a csere, mert hogy tehát például tavaly én a fél távot teljesítettem, és gyakorlatilag lemaradtam a második feléről a Divide-nak, és szerintem ez azért fordult meg ugye a rajt meg a cél, hogy akkor legyen lehetősége a idén is a fél távot teljesítőknek egy teljesen új szakaszon, vagy útvonalon végigmenni. Mm-hmm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért volt felcserélve. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. És voltak benne olyan pontok, amiket kötelezően teljesíteni kellett, vagy igazából csak két végpont volt kitűzve? Nem. Vagy hogyan nézett ez ki? Nem, tehát hogy ez egy... Tehát az útvonal az egy ilyen GPS útvonal volt, tehát hogy konkrétan, ha valaki letért az útvonal, tehát ha letértünk az útvonalról, akkor ugyanazon a ponton kellett visszatérjünk az útvonalra ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk. Tehát hogyha mondjuk levágtunk egy szakaszt, akkor az kizárást jelentett. Tehát nem szabadon választható volt az útvonal. Hogy mondjam, az én tudomásom szerint eltér a nemzetközi ilyen transzkontinentál résznek a módszerétől, nem, mert ott ugye, ha jól tudom, ott az ilyen nagy hegyek, meg ilyenek vannak kikötve, és ott bárhogyan oda tudsz találni. Hát azért, tehát a transzkontinentál résznek ugye a nagy kihívása az konkrétan az útvonal tervezés pont emiatt, hogy van egy pár checkpoint, és van egy pár szakasz, amit kötelezően teljesíteni kell, de amúgy azon kívül szabadon választható. Viszont azért elég sok olyan verseny van, ahol megvan adva előre az útszakaszt, és akkor azon kell végigmenni. Ez szerintem olyan szempontból jó, hogy azért nehéz lenne ennyi embert követni. Tehát, hogyha mindenki más úton halad, és akkor mondjuk, hogyha valaki bajba kerül, akkor könnyebb így segíteni rajta, hogy tudjuk, hogy kb. Hányadik kilométernél tűnt el, vagy állt meg. Vagy tért le a kocsmába, és akkor ugyanott kell visszajönni. Hát igen. Mennyire egyediek a bringáitok? Egyébként. Tehát, hogy milyen bringával indultatok egyáltalán? Most inkább innen kezdem a kérdést. Hát én egy 29-es mountain bike-kal, semmi extra, ezzel a géppel futárkodok. Egy ilyen közép kategóriásnak mondható gép, SLX, XT, még talán Alivio is van, nem az országúti, bocsánat, nem Alivio, na mindegy. Tehát tényleg egy ilyen standard mountain bike a futárbringám, azt én akkor picit átalakítom, és azzal megyek. Még karbon sincs benne, ha jól emlékszem, még gram sem. Nekem is sima Merida Silex alap, legegyszerűbb SRAM szettel, semmi extra. Alu a felnés, karbon csak a villa, semmi extra. Nekem egy konkrétan egy ilyen adventure gravel bringát választottam, és eléggé átalakítottam, szóval nekem elég sok alkatrészem volt karbon, meg egy ilyen dinamo setupom is volt, tehát az azt jelenti, hogy ahogy tekertem, tehát volt áramforrásom, tehát a lámpáknak is, meg a telefontöltésre is, úgyhogy ilyen szempontból azért ez könnyebb volt, nem kellett annyiszor megállnom. Amúgy ezzel kapcsolatban, hogy mennyire egyediek voltak a bringák, hát szerintem érdemes végignézni most a bikepacking.com-on az összesítést az összes bringáról, tehát hogy ezen a versenyen gyakorlatilag hát országúti kivételével szerintem minden bringa volt. Tehát, hogy tehát ilyen 26-os acélmontiktól
Igen, tehát a 90-es évek 26-os acélmontiaitól kezdve, tehát ilyen full suspension karbon bringánkig minden volt, és tehát hogy a maga a csomagoknak az elrendezése is teljesen egyedi volt, szóval tehát hogy gyakorlatilag azzal indult az ember ezen a versenyen, amivel szeretett volna. Tehát hogy nincs egy ilyen, ilyen tuti recept arra, hogy mi az, ami jó egy ilyen útvonalra. De hát ez hogyan lehetséges? Hát az összes kerékpárgyártó azt mondja, hogy minden szakágra centinként van egy specifikus kerékpár. Hát ez most, tehát nem is értem, urak. Hát az, hogy annyira változatos a terep, hogy gyakorlatilag nincs egy olyan bringa, ami mindenhol nagyon jól tud teljesíteni. Tehát, hogy legtöbb, tehát, hogy meg a kényelem szempontjából is, tehát, hogy egy ilyen, tehát, hogy összességben egy montival lehet nagyon kényelmesen, meg azért könnyen teljesíteni ezt a terepet, viszont vannak olyan útszakaszok, ilyen hosszú aszfaltos szakaszok, ahol viszont egy országútival, tehát, hogy messze menően jobban lehet teljesíteni, meg kényelmesebb. Meg vannak olyan útszakaszok, ahol például egy cross-country bringa a legjobb, tehát hogy egy ilyen, tehát hogy ezért nincs egy tökéletes bringa ezek egy ennyire változatos terepen. De hogy állt össze egyébként az útvonal? Tehát hogy arról beszéltek, hogy ugye egy-egy típusú bringa egy-egy részére jó, hogy százalékosan mennyi volt az aszfalt, mennyi volt a murva, nagyon köves, gyökeres, saras, ez körülbelül, hogyha százalékosan be akarnátok lőni. Körülbelül 70% volt a terep, 30% az aszfalt, de az időben sokkal kevesebb az aszfalt, tehát az szerintem 10%-a se volt. Tehát annyira lassabban haladtunk a terepen, hogy az föl se tűnt az a kis aszfalt. És hát a terep az teljesen változatos. Tehát a tolástól kezdve az egészen jól tekerhető gravel útig minden. Volt még 2 méteres gaz, személyes nagy kedvencem, az a tavaly is benne volt. A Balatonhoz legközelebb eső rész, ahol 500 méteren kávé, azt hiszem, hogy akkor a távon keresztül ez a szó szerint 2 méteres sűrű tüskés gaz. Ezt pont éjszaka fogtam ki, nagyon jó volt, még ugye majd meg is fagytam, ráadásul ugye ott ez párás deres is volt, úgyhogy azt Marcinak nagyon köszönöm így külön, hogy idén is benne volt. De visszatérve, tehát tényleg igazából a tükörsima aszfalt, a töredezett aszfalt, erdei műutakon van például az, amikor már teljesen leütt a burkolat, és néhol csak így foltokban van aszfalt, a többi az pedig kavics, meg csak föld, na azok a legizgalmasabbak, amikor még majdnem fél méter különbség van néhol. Úgyhogy ide tényleg azt mondom, hogy én ezért is mentem, egyrészt nincsen gravel bringem, másrészt, hogyha lenne, akkor is montival jönnék ide. Tehát, hogyha most nyertem volna, teszem fel egy gravel bringát, jövőre akkor is montival mennék, szerintem a kényelem az ekkora távon már sokkal többet számít, de hát végül is nem én nyertem, szóval lehet, hogy mégsem. De hogyha a kényelem számít, mi volt az, ami a végén a legjobban ki volt testileg nálatok? Nekem személy... amit még eltűr a műsor. Aha, nekem személy szerint a vádlim. Volt egy esésem, tényleg helybe fölborultam konkrétan. Akkor építettem át a montit, új alkatrészek, új pedál, új cipő, új stopli, és így... Minden klasszik bringás. Igen, és akkor ugye nem tudtam kicsatolni a kavicson így... Kicsúszott a kavics a bringa alól, amikor a helyben megfordultam, fölborultam, és a vádlimban meghúztam egy izomrostot, vagy nem is tudom micsodát. A divide előtt is még rohadtul fájt, amikor elindult a divide az első napon, akkor még nagyon aggódtam miatt, aztán elmúlt. És a végén úgy sikerült eléggé megindulnom. Úgy, valahogy így a harmadik nap után végre sikerült bemelegednem, és akkor megindultam. Aztán az utolsó előtti napon meg széthajtottam a vádlimat, úgyhogy nekem az volt a legmacerásabb pont. A hát szokott még fájni, ugye az ülés pozíciótól. Tenyér, tehát konkrétan a kis ujjam, gyűrűs ujjam, azt még most sem érzem. Ez szerintem én vagyok az egyedüli. De hát ugye az ember hátsója az is azért. Talpam még például. Arra nem gondoltam, hogy mivel ugye, hogy nyomja az ember a pedált, néhol elég erősen, ez főleg a végén jött elő megint, amikor utol akartam érni a többieket. Az, ahogy az ember hosszú távon tapossa a pedált, egy ilyen SPD például relatív ugye kicsi az érkezési felület, az kikészíti a talpat azon az egy ponton, és elkezd zsibbadni az ember lábúja is, ami ez egy furcsa érzés, hogy addig, amíg az ember tolja neki, addig nem érzi, és amikor elveszi és visszamegy a vér a lábújakba, akkor rohadtul tud fájni. Igen, az ujjak az egyértelmű, az minden évben, és nekem a nyakam. Tehát idén az utolsó nap, utolsó óráiban már alig bírtam tartani a fejem. Tehát annyira elgyengült a nyakam. Nem fájt, nem zsibbadt, csak elgyengült.
Tehát a, nekem a nyak. Nekem a tenyerem főleg, tehát ez az állandó rászkodás, ugye nekem nem volt első felfüggesztésem, úgyhogy gyakorlatilag ez volt a legnehezebb pont, legnehezebb az a tenyérsipadás. De ugye mondtátok azt, hogy már több egyszerre fájt. Tehát ez az egyetlen ultraverseny, amin indultok, vagy volt esetleg ennek már előzménye, tehát sorozattettesek vagytok, vagy ezt hogyan képzeljem? Hát talán nekem van a legkevesebb tapasztalatom, mert hogy én tavaly csak a féltávot teljesítettem, úgyhogy kb. Ennyi tapasztalattal indultam neki idén az 1400 kilométernek. Nekem is csak a tavalyi divide, és tavaly előtt volt a 5PX, ami fele ilyen táv volt. Tehát ezek a magyarországi események voltak csak. És kicsit meglepődtem, meg illetődtem, én vagyok itt a legtapasztaltabb ezek szerint, mert a tavalyi divide, ez ugye nekem is a teljes táv megvan, meg 3 évvel megcsináltam az országos kék kört. Igaz, hogy akkor még azt sem tudtam, hogy ez a bikepacking létezik. Azt csak úgy kipattant a fejembe, hogy csináljuk meg, ez egy ilyen gyerekkori haverokkal csináljuk meg a kék túrának ezt a szakaszát, aztán persze soha nem történt meg, és akkor gondoltam, itt az idő, most akkor megcsináljuk az egészet. De azt is konkrétan úgy csináltam, hogy minden egyes éjszakára foglaltam szállást, szóval az ilyen félig meddig volt bikepacking, nem ez a klasszikus, amit itt láthattunk a divide-on. De hogyan jutok el eddig az elhatározásig, hogy ó, édes, ma ahhoz szottyantkedtem, hogy 1400 kilométert letekerjek? Ez egy jó kérdés, ez egy kicsit őrültnek kell lenni. Tehát én ugye futár vagyok, szóval napi ilyen 60-100 kilométerek azok, hogy bennem vannak. Ezek a távok önmagukban nem viselnek meg. Az más kérdés, hogyha ilyen terepen van, az azért már egy kicsit jobban megvisel. De tehát így futárként ennyi kilométerrel a hátam mögött kell néha valami úgymond változóság, hogy nem az autók között száguldozok, hanem akkor legyen egy kis terep. Kihívás, kipróbálni, hogy meg tudom-e csinálni valami extrém hosszú, amit önmagamban biztos nem tudnék úgy megcsinálni, hogy most elindulok és kipróbálni, hogy tudok 1400 kilométert, kell valami esemény, valami cél, és arra ez nagyon jó. Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy ez egy óriási kihívás, és nem feltétlenül az, hogy most hogy helyezés nyerjen az ember, hanem konkrétan maga a teljesítés, az ez egy nagyon jó érzés, hogy akkor ezt sikerült összehozni. De számít, tehát igen, tehát hogy a maga az, hogy összehoztad, de az értékelés ebből a szempontból számít? Tehát ti nektek az jelent valamit, hogy ti vagyok az első 3 helyezett, vagy ez most egy ilyen addicionális történet csak? Hát én úgy érzem, hogy ez egy ilyen addicionális történet, tehát ennek örülök, meg igazából tehát hogy sokszor éreztem azt az útvonalon, hogy akkor tehát hogy sokszor az volt, hogy lehetett, hogy volna gyorsabban menni, meg nem tudom, jobb időt menni, csak tehát hogy igazából a teljesítés az volt, ami szerintem így a fő cél volt, és ilyenkor gyakran úgy döntöttem, hogy akkor most inkább a biztonságosabb útot választom, és akkor többször megállok, vagy átnézem a bringát, hogy az a kis zörej, amit hallok, az nem véletlenül valami nagyobb probléma. Szóval ilyen szempontból azért inkább a teljesítés volt a cél, mint a helyezés. Igen, ez én is így voltam, hogy első sorban a teljesítés, aztán azon belül, ha úgy alakul, akkor haladjunk is, de fő cél a teljesítés. Én azért relatív egy ilyen versenyző típus vagyok, szóval én úgy mentem el ide erre az eseményre, hogy dobogó volt a cél, ami szerencsére össze is jött. Amit itt a srácok is mondtak, hogy a teljesítés már önmagában is egy hatalmas eredmény, és ugye ez a megállunk és a bringát átnézzük és biztonságra játszunk, az egy sokkal fontosabb része ennek az egésznek, mint az, hogy az ember egy dobogót érjen el, mert hogyha a fél úton szétesik a bicikli, akkor nem lesz belőle semmi, akkor teljesítés sem lesz, szóval a biztonság az első, ez egy alapfeltétel ilyenkor szerintem. Egyre hamarabb sötétedik, és hogy kinézel az ablakon, akkor már tényleg nem lehet letagadni, hogy itt az ősz. De ebbe is van egy jó dolog azért. Méghozzá az, hogy a Decathlonnál tudják, hogy a bikepacking mennyire menő most már, és hogy egyre többen hagyják ott az aszfaltot, és kerekednek felfedező útra a murvás utakon. Tavaly napvilágot látott a Titan gravel bringájuk, és idén ősszel online pedig kapható lesz a bikepacking táskáik széles választéka, amiben aztán mindent bele fogsz tudni pakolni, amire a leghosszabb túra alatt is szükséged lehet. Tehát most már nincsen más hátra, mint serényen látogatnotok a decathlon.hu-t. És voltak olyan szituk? Most többször mondjátok, hogy zörögtek a bringák, hogy így menet közben egyszer volt, hogy beértek? Volt, igen, volt fizikai, technikai, meg szellem is. Tehát én például úgy kezdtem, hogy a tavalyi gumikat raktam föl, mert nem igazán találtam most itt a készlethiány miatt olyat, amit én szerettem volna.
és azok már kicsit kopottak voltak, úgyhogy az első nap már rögtön két defekttel kezdtem, utána a harmadik nap még összeszedtem hármat, aztán eltört a középső lánctányérom, és akkor mondtam azt, hogy kiszállok, de Salgótarjánban szerencsére találtam egy elég jó üzletet, ahol föl tudtam szerelni új tányérokkal, meg új gumikkal a bringát, és akkor onnantól kezdve tovább mentem, nem volt már sok probléma ilyen számottevő, de bármi adódhat, szóval bejöhet akár egy vásztörés is, hogyha arról van szó, amikor ugye az a tényleg a verseny végét jelenti. Tavaly a második napon például kiszakadt két küllőm hátul, azt nem tudtam pótolni, azzal mentem végig, az egy kicsit olyan beszorós volt, hogy a végig kibírja az a kerék, vagy összerúgy alattam. Úgyhogy tudnak ilyenkor izgalmas dolgok történik. Háttérben, hogyha a kedves hallgatók majd a podcastot hallgatják, akkor valaki egy illegális kutya riadal ringet indított el, aztán lehet, hogy a Barn Retriever-re lefogadtak elég sokan. Igen. Nekem szerencsére semmi technikai gondom nem volt, de ez nagyrészt csak a szerencsétől függ, mert elég egy faág, ha beakad, és akkor vége az egésznek. De a sárnál féltem, tehát ott annyira eltömött mindent, a váltótól kezdve a hajtást, a lánckereket, mindent, hogy ott tartottam tőle, hogy esetleg valami feladja. Nekem is a defektek, tehát ez az, ami az állandó ilyen problémám volt útközben, hogy a hátsó kerekem az gyakorlatilag hogy 5 defektem volt, és ezt így az ember próbálja életben tartani ilyen kukacokkal, hogyha tubeless setupja van, de hogy igen, nagyon frusztráló, amikor így egy sziszenést hall az ember egy útközben, és akkor tudja, hogy akkor most meg kell állni, és meg kell keresni, és remélhetőleg be lehet tömni. És hát kb. Budapesten volt az a pont, amikor gyakorlatilag az egész, tehát az a fél távon, amikor az egész bringámat ugye a sáros rész után át kellett nézem, és akkor azt láttam, hogy gyakorlatilag itt egy nagy 8-as van a hátsóban, küllőket azokat egy picit meg, tehát hogy kicsit centírozni kellett a hátsót, mert hogy ez egy óriási 8-as, ezt valahogy meg kellett oldjam, és gyakorlatilag a tubeless-em ott már elment, tehát ilyen belsőkkel mentem, ami sajnos, tehát akkora volt a hasadás a hátsomon, hogy a belsők is, tehát hogy kiukadtak, úgyhogy azt valahogy úgy oldottam meg, hogy betömtem egy folta, és akkor az a végéig kitartott szerencsére. De volt egy adott pont, amikor 4 belsőm volt, mert hogy annyira féltem, hogy most az lesz a vége, hogy akkor itt a hátsó kerekem az megadja magát. Mennyit kell készülni egy ilyen versenyre? Egyáltalán van egy struktúrát edzéstervetek, vagy így felvezettétek, hogy akkor ezt kell tudnom megcsinálni azt, hogy eljussok eddig a versenyig, vagy ez csak úgy ad hoc, és akkor a kihívás az majd alakítja magát? Hát én szerintem gyorsan továbbadom a mikrofont. Annyit mondok, hogy futárként ugye megvan a napi kilométer. Az edzés az volt, hogy nem Pesten, hanem Budán dolgoztam. Edzés a semmi. Egyrészt semmi olyan felkészülés, ami csak a divide-ra szólt volna, viszont mentem sok hosszút, amit nevezhetnénk felkészülésnek is, de az igazság, hogyha nem lenni divide, akkor is mentem volna. Tehát igazából nem. Az milyen hosszú a hosszú? Hát volt mondjuk 500 kilométer alvás nélkül. De én úgy, hogy mondjuk van egy rendezvény, és akkor én oda bringával megyek, és onnan bringával megyek haza. De ez jó felkészülésnek, nagyon jó a divide-ra felkészülni, de nem azért mentem, hogy a divide-ra felkészüljek, hanem ha nem lenni divide, akkor is így csinálnám. Én viszont rendesen készültem, tehát hogy nekem én tudtam, hogy az, tehát hogy amikor tavaly fel, tehát a fél táv teljesítése után tudtam, hogy ahhoz, hogy itt egy egész távot teljesítsek, ahhoz teljesen más kondiba kell legyek. Nagyjából nekem az volt a célom, hogy minden hónapban 1500 kilométert tekerjek. Tehát ez az, amit ugye a transzkontinentál javasolnak, hogy ha ez így megvan kb. Egy fél évig, akkor biztos, hogy tudod teljesíteni. És akkor nagyjából ez volt a célom, hogy akkor biztos, hogy tudjam teljesíteni, tehát hogy nehogy a kondi miatt kelljen feladjam. És nagyjából ezt követtem. Tehát, és hogyan oldjátok meg egyébként otthon, munkába, családdal, munkahelyjel azt, hogy mondjuk így akkor, arról nem esett szó 1400 kilométer, de hogy mennyi ideig nem vagytok otthon? Ja, mármint, hogy a verseny alatt, vagy az edzés? A verseny alatt. A verseny alatt, hát mondjuk, tehát most ugye nekem nincs családom, úgyhogy ilyen szempontból nem volt egy nehézség egy hétig elutazni, tehát ez nem volt gond. Úgyhogy inkább maga az edzések azok voltak, amik így limitáltak. Tehát, tehát akkor ez kb. Egy ilyen szabadság jellegű történet. Ja, igen, tehát ez egy hét szabadság volt, és utána még egy-két nap, ameddig, három nap, ameddig az ember így egy picit helyre rázódik. Csak nem jelzoló van, meg az olasz diszkó, hanem elmentek barangolni egyedül a magyar társaságba. Igen.
ugyanaz. Tehát én is egyedül élek, az a család az azért nem volt gond, és akkor egy hét szabadság az nyaralás helyett mondjuk. És ha tudok más mondani, hogy családot nyugtatni kell, hogy egyedül élek én is, tehát nem olyan családról van szó, de anyutaput nyugtatni kell, hogy nincsen semmi baj, az erdő közepén alszok, nem vesz meg a farkas, nem találkoztam a semedvével, néha be kell jelentkezni, de igazából ennyi. Hogyha tényleg az emberek családja van, akkor azért már egy macerásabb lehet, ebben végig nem gondoltam bele, hogy az milyen lenne, de nem vagyok ebben a szituációban. Azt nem mondtad, hogy mennyi ideig tartott a verseny órában, meg napban? 6,5 nap alatt teljesítettem körülbelül, ugye a mellette lévő srácok értelemszerűen rövidebb idő alatt, szóval tehát egy hétre elszakadni, ez tényleg olyan, hogy az ember elmenne nyaralni, úgyhogy ez nem olyan hűde, hosszú időszak. Csak nem inkább olyan, mint egy zarándoklat? Mert hogy ugye mondtátok, hogy mondjuk fél óráig járkáltok, tudtok mondjuk együtt menni, vagy egy óráig, addig nem szól bele senki. Introvertált típusok vagytok? Jó, gondolom. Én erősen introvertált típus vagyok, ez így van. Az zarándoklat nem biztos, hogy szerintem a legjobb erre. Aki ezt kompetitíven fogja föl, mondjuk a többiekét mondták, hogy ők nem, de én kompetitívan fogom föl, rengeteg szenvedés van egy ilyenbe. Utána, amikor beír a célba az ember, akkor megszépülnek ezek a dolgok, de valahogy nincsen zarándoklat érzése ott, amikor az ember ezt aktuálisan csinálja. Van egy-két ilyen pillanat, amikor az ember elér zen állapotot 10 kilométerre, de utána kap egy defektet, vagy valami úgy is kizökkenti, vagy tehát mindig van valami probléma, legalábbis nekem szinte mindig volt. Hogyha megvan a zenállapot, akkor az ember beáll egy tempóra, akkor elkezd fájni a senge, elkezd fájni a vádli, a talpa, akármi. Én mindig kizökkentem belőle, szóval a legtöbb része az inkább a szenvedés volt. Számomra rájöttem, ez a sima versenyeknél is így van, hogy én alapvetően, amikor benne vagyok az aktuális versenyben, akkor én így általában szenvedni szoktam, és nem érzem magamat jól. Viszont amikor beértem a célba, akkor az egész megszépül, és az ad egy olyan mentális boostot, ami miatt én ezt csinálom. Tehát nem, valahogy mindig azt szokták mondani, hogy az számít, hogy az ember elér a célig, és nem pedig a cél, meg az eredmény. Számomra a célba érés az, ami megadja ezt a pluszt. Ugyanazt tudnám én is mondani. Igen. Én is introvertált típus vagyok, teljesen. És igen, tehát nagyon jól elmondtad, úgyhogy tovább is adom. Hát számomra viszont egy zarándoklat. Tehát én nagyon élveztem az utat. Tehát, hogy nekem maga az út volt az, ami a legjobban esett. Tehát, hogy főleg amikor átértem tehát a második részre, és akkor ott olyan szakaszok voltak, ahol már jártam. Vagy nagyon jól esett találkozni olyan emberekkel, akik követtek dot trackerrel, tehát az interneten, hogy hol vagyok, és akkor kijöttek velem találkozni, és akkor tudtunk beszélgetni egy keveset, és ez hihetetlenül jól esett. Meg maga, tehát hogy maga természetben lenni ennyi ideig, az maga egy nem tudom, tehát szerintem egy rendkívüli jó élmény, tehát hogy rengeteg vadállatot lehet látni, tehát gyakorlatilag a vadállatokkal együtt éltem gyakorlatilag, tehát hogy előfordult az, hogy például úgy aludtam el, hogy a szarvasok mellettem legeltek. Tehát, hogy szerintem ez egy hihetetlenül felemelő érzés, ugye a természet. És akkor nem is zavar, hogy nincsen egyáltalán közönség? Tehát, hogy ugye versenyen, ugye én nekem például egy nagyon motiváló eszköz volt, amikor hallottam, hogy ott morajlottak az emberek. De itt ugye 1900 kilométeren nem fog állni sorfal. Számomra nem hiányzott a közönség. Nem, mert sose indultam olyan versenyen, ahol volt közönség, tehát nem hiányzott. Egy mountain bike maratonon, vagy egy országúti versenyen, vagy egy XCO-n, Cyclocrosson, ott kell a közönség, azt mondom, de ennek teljesen más jellege van. Itt furcsa lett volna, hogyha 1400 kilométeren van közönség, mármint, hogy nem fizikailag furcsa, hogy honnan van ennyi ember, hanem hogyha itt vannak szurkolók, vagy valaki szurkol, egy-kettő ember így az utcán, aki tudja, hogy mit csinálunk, az úgy jó, de az előbb említetted, hogy ezt a hogy is mondta, nem zeneállapot, mindegy. A lényeg, hogy elvenni ebből ezt a szépséget, amikor az ember végre lehet, hogy menjék egy zeneállapotba, hogy akkor kizökkentik. Visszatérve itt az előbb az éjszakázásokra, hogyha az előző kérdésre még kell válaszolnom, akkor ezek voltak szerintem a legjobb pillanatok, amikor az ember az erdő közepén alszik, vagy egy busz megállóba lefekszik. Én komolyan mondom, életemben nem aludtam még olyan jól, mint amikor hullafáradtan a Balaton felvidéken egy random asztalnak a tetejére lefeküdtem, és ott aludtam. De leteszem a fejem, és alszok. Fölkelek fél óra múlva, nem mondom, hogy kipihent vagyok, de ez az alvás az olyan minőségi, amit egyetlen egy ágyon nem tudna biztosítani. És mi volt az, ami titeket motivált ebben, hogy amikor volt egy ilyen nagyon szar ciklusod, hogy mit tudom én, széttört a középtányéról, defekted volt, hogy szétszakadt a külső, hogy folytasd. Mi vitt tovább?
Hát, megmondom őszintén, ott lélekben feladtam. Tavaly is volt egy ilyen pillanatom, akkor a János Hönyen voltam, amikor feladtam, és akkor ott aludtam rá egyet, utána átgondoltam a dolgot. Most ettem rá egyet, amit egy hamburgert, és utána gondoltam, hogy ha lesznek alkatrészek abban a bringaboltban, akkor tovább megyek. Megmondom őszintén, reméltem, hogy nem lesznek alkatrészek, és hogy úgymond emelt fővel tudok távozni, de idézőjelben sajnos voltak alkatrészek, és hát az alatt ott a... kellett az az emberi kontakt. Ugye, ahogy mondtad, föltetted a kérdést, introvertáltak vagyunk-e? Igen, de az én erősen introvertált vagyok, az az egyedülét már nekem is sok tud lenni, és hogy egy olyan emberrel tudok beszélni, vagy többel, aki a bizniszben van, és szintén bringás, vagy a bringaboltba, az egy kicsit azért így földobja az ember kedvét. Valami nagyon sokat köszönhetek a követőimnek, szóval ezúton is üdv nektek, skacok. Folyamatosan ugye a Discordot, Facebookot, YouTube-ot bújtam, és ott kaptam tőlük a motiváló üzeneteket, az is sokat segített. Nem tudom, nekem csak annyi, hogy nagyon nehezen adom föl. Tehát az a legvégsőig elmennék, hogy ne adjam föl. Az az egy, ami motivál. Hogy... Bocsánat, közben eszembe jutott. Szóval tavaly is, meg idén is volt egy olyan pillanat, ugye, amikor feladtam, hogy az előbb mondtam. Az a jó benne a Divide-ban, hogy nehéz feladni. Tehát mondjuk az ember ott van a semmi közepén, akkor nincs az, hogy jó, oké, hazamentem és kész, hanem hogy ott tovább kell menni, tehát föl kell ülni a bringerre, és el kell menni a civilizációba, és föl kell ülni egy vonatra, mert nem az, hogy leülsz a seggedre, és kész. Szóval, ha lenne egy piros gomba, amit az ember így megnyomhatna, hogy most feladtam, azt tavaly is, meg idén is megnyomtam volna. De az az egy óra, amíg az ember eljut mondjuk a civilizációba, az elég ahhoz, hogy az ember lenyugodjon, és mégsem adja föl. Szóval ez egy nagy plusz egy ilyen versenynél. Egy mountain bike maratonnál, XCO versenynél, akárminél, hogyha az ember is szarul van, akkor tényleg az, hogy kiáll a pálya szélére, ott van a versenyközpont, mit tudom, 3 kilométerre, és visszamegy. Itt nincs ilyen. Én is nagyon nehezen adom föl, tehát hogy valahogy ilyen a személyiségem is, ami nagyon sokat segített a Divide-on, hogy így túltegyem magam ezeken a nehéz pillanatokon, amikor láttam, hogy gyakorlatilag nem biztos, hogy a bringám az tehát hogy megjavítható, az talán az, hogy ha mégis megpróbálja az ember megszerelni, akkor és tovább megy akár 10 kilométert, és akkor valamit fog történni, ami egy ilyen pozitív élmény lesz. Például nekem, amikor így a legnehezebb pillanatok voltak, és tényleg az volt, hogy nem voltam benne biztos, hogy teljesen tudom, mindig találkoztam valakivel egy út közben, akivel egy olyan felemelő élmény volt, hogy találkoztam, hogy ez energiát adott, meg ugye motivált arra, hogy akkor folytassam, mert hogy nekem szurkolnak, és hogy ez jelentett valahogy, vagy itt tényleg nagyon jól estek ezek a találkozások útközben. Tehát, hogyha tovább megyek, akkor valami jó is fog történni velem, nem csak ez a rossz, ami most jelen itt van. De ahogy elmondjátok, nekem az a benyomásom keletkezik, hogy valahogy egy Divide egyszerűbb, mint az élet, mint ahogy a külvilág. Igazából bementek a természetbe, és hogy mentek. Tehát, hogy úgy van egy következő kilométer, és az a megoldandó feladat, és nem pedig ez a nagyon sok zaj, ami egyébként körülvesz, hanem éppen ez az, ami előtted áll. Igen, igen. Hát ilyen szempontból igen, tehát egy egyszerű teljesíteni a Divide-ot. Nem azt mondom, hogy egyszerű, mert azt gondolom, hogy pont a mentális oldal az nagyon-nagyon nehéz, csak az, hogy kevesebb a zaj. Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogyha az embernek sikerül kizárni ezt a zajt, meg valahogy így, hát élvezni az egészet. Tehát, hogy annyira élvezni a haladást, a természetet, meg mindent, hogy ez önmagában kizárja ezt a zajt. Tehát, hogy igazából nem engedi ezeket a rossz gondolatokat, vagy egyszerűen azt, hogy most akkor tudom, 2 hét múlva mit kell csináljon az ember, vagy az egy héttel azelőtt milyen amit hibázott, vagy nem csinált jól, tehát hogy ilyen gondolatok, azok így teljesen eltűnnek. Úgyhogy... Igen, talán ez annyit lehet hozzáfűzni, hogy ennek lehet látni a végét. Nem úgy, mint amikor az ember beül egy íróasztal mögé, és akkor főnök folyton tolja alá a munkát, és egy év múlva se lesz vége, mert nincsen vége, mert mindig jön az új. Itt van egy vége ennek az egésznek. Van egy cél, amit az ember konkrétan el akar érni. Így azért szerintem jobban motiválja az ember saját magát, hogy tudja, hogy már csak 1000 kilométer, már csak 800 kilométer, már csak 600 kilométer, most leszakadt ez a bringáról, valahogy vissza kell eszkábálni, mondjuk ez nekem a legelején volt. Másik itt a probléma megoldás, ugye itt elhangzott az is, hogy a Divide legtöbb ember számára szerintem
aki nem kivételesen szerencsés, az a problémák megoldásának a sorozatából áll. És ez is ad egy kis ilyen mentális boostot, hogyha nem valami drasztikus problémáról van szó, mint például, hogy eltörik a váz, hanem ilyen megoldhatókról, hogy leszakad a gyerektáska, azt kell valahogy visszaeszkábálni az ott meglévő eszközökből, vagy eltörik a középső tányér, és szerencsére van a közelben mondjuk egy bringabolt, akkor, hogyha ezeket sikerül megcsinálni, ismét kap az ember egy mentális boostot, ami motiválja arra, hogy tovább tudjon menni. De mondjuk azért, hogyha ez a tányértörés valahol egy semmi közepén történt volna, ahol nincsen minőségi bringa volt, akkor ott lehet, hogy mondjuk nem tudtam volna ezt az egészet már összehozni, de igazából sose lehet tudni, mert ez részben arról is szól, hogy az ember a mentális és fizikai határait is feszegeti. Tehát fizikailag is, meg mentálisan is történtek, csináltam olyan dolgokat, amiket nem gondoltam volna magamról, hogy meg lehet tenni. Tehát amikor leszakadt mondjuk a nyeregtáska, hogy azt ott szikszalaggal, meg gumival, meg minden hasonlóval sikerült úgy fölpókoznom gyakorlatilag a bringához, hogy jobb volt, mint az eredeti rögzítése, és onnantól kezdve semmi probléma nem volt vele. Igaz, hogy 3 órában telt, de megcsináltam. Igen, hogy leírjátok, ez nekem egy ilyen mozgó meditációnak. Ezt én nem is tudom, egy 5-6 éve találtam ki ezt a hülyeséget. Este grossz mondás, hogy mozgó meditáció, de valahogy így jön le ez az egész. Nem is inkább ultra, így magyaráznám el valakinek, hanem az, hogy benne vagy egy flow-ba, és hogy semmi más nincsen, csak ez, és ezzel járó feladatok. Hát ezt a szerencsések kapják meg, mondom inkább úgy, mint hogy az előbb is. Számomra ez, szerintem a problémák megoldásának sorozata az nem mondható mozgó meditációnak, de ha azt vesszük, akkor milyen tó is volt az még ott a Börzsöny előtt, ahol volt az a bringás szálló? Mindegy, lényegtelen, ilyen 400 km környékén. Na, addig nagyon szerencsétlen volt nekem a divány, nagyon rosszul ment, viszont utána sikerült beállnom, ott megvolt a flow, és akkor azért valamilyen is mondható ez, amit az előbb mondtál, ez a mozgó meditáció. Mindig voltak olyan dolgok, amik megszakították, de ott a flow-val azért mégiscsak egy sokkal jobb élményt gyújtott. De amíg vannak problémák, addig nincs meditáció. Igen, igen. Hát folyamatosan erre kell koncentrálni, és én nem csak kalandoztak el a gondolat, hanem semmilyen más irányba. Tehát annyi mindenre kell itt figyelni, navigáció, a utánpótlás, a technikára, hogy sok minden másra nem. És itt egy hétig csak erről szól. Tehát itt csak a bringázásról, a divide-ról. A flow érzés az megvolt, az hullámokba jön, tehát vannak jobb időszakok, rosszabb időszakok, de mindig változik. Én amúgy egyetértek ezzel, nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, végre valaki. Mozgó meditáció, mert hát most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember így reggel, mondjuk éjszaka kezdtünk, hogy ültem felé mindig a bringára, vagy akkor éjszaka fölülök, és akkor másnap estig egyet nagyot meditálok, hanem vannak olyan szakaszok, ahol tényleg így el tudom engedni magam, és akkor így nagyon jól tudok haladni, és nagyon jól esik. De hogy persze vannak azok a kis pillanatok, amikor ugye ezt meg kell szakítani, mert hogy valami történt, de hogy valahogy nekem inkább azok a tehát azok az élmények is nagyon jók, amikor voltak olyan úgy szakaszok, ahol úgy éreztem, hogy tényleg el tudtam engedni magam, és tényleg olyan volt, mint egy meditáció. Ez főleg azokon az útszakaszokon jött össze, amikor a második rét, tehát Budapest után, amikor ismertem a terepet, és akkor tényleg így el tudtam engedni magam egy picit, mert hogy ismertem, hogy az utat, merre kell menni, meg akkor gyakorlatilag már így megoldódni látszott a technikai problémáknak egy nagy része így a kerékpárommal kapcsolatban. De a legfontosabb kérdés, jövőre újraindultak? Én még gondolkodom. Hogyha a kis ujjat helyre jön. Kis ujjammal nincs baj, az most rendben van, de hogy még gondolkodom, hogy akkor, vagy mi legyen jövőre. Tehát én nagyon tetszik, tehát az útvonal az gyönyörű. Tehát hogy tényleg egy hihetetlenül sok energia ment abba, hogy ezt az útvonalat összehozzák, ezt tudom a szervezőktől, tehát tényleg az útvonal az remek, tehát le az összes kalappal, hanem még azon gondolkodtam, hogy esetleg mást is kipróbálnék, tehát hogy máshova mennék. Gondolkodás nélkül igen, de a más kipróbálás az nekem is megvan. Ha nem pont erre az időpontra esik, akkor természetesen mást is kipróbálnék, de a Divide-on az nagyon szeretnék elindulni. Akkor a Divide mint kapudrog, nem? Olyan, igen, igen, igen. Nekem olyan. Tehát már tavaly előtt a Five Peaks, tavaly a Divide, idén a Divide. Nem tudom megunni. Ezt
tőlem is egy abszolút igen, tavaly is kérdezték, amikor beértem a célba, hogy szeretné jövőre jönni, és akkor úgy azért azután az élmény után, hogy az ember 490 kilométer tekert így egyben 36 óra alatt alvás nélkül, vagy kevés alvással, de akkor az így lehet, hogy nemet mond, de akkor így a szívem mélyen már tudtam, hogy egy hét múlva úgyis igent fogok mondani. Most is ez volt. Az ember beér, nyilvánvalóan az előző év tapasztalatából már akkor tudja, hogy ha jövő, azt mondják, hogy jövő hónapban kéne egy újat menni, akkor még nem, de jövőre már egészen biztosan, hogyha nem jön közben semmi. Srácok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szerintem inkább gratulálok. Szépet mentetek, meg hát maga a teljesítmény, hogy végigmentetek. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek. Mi is köszönjük. Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy itt élőben meghallgattatok, vagy egyébként az éteren keresztül egy héttel később. Sziasztok!